Elgondolkoztam a kő szerepén, ha megdobnak kővel, ugye ez a kiállításnak a címe. A kő, mint ami biztonságot ad, szilárdságot ad, és ugyanakkor, ha rosszul használjuk, akkor nem áldás, hanem sebző átok lehet. És hát az úgy cím nyilván utal a Bibliára, ha megdobnak kővel, lehet folytatni, dobj vissza kenyérrel. És a kiállítás számomra arról tanúskodik erősen, hogy az alkotó, Imre, jó barátunk, hogy ő az életben, ha bármi őt érte, valahogy úgy igyekezett rá válaszolni, hogy az ne a rombolás irányába, hanem az energia, ami rombolni akar, az valahogy az építés irányába, a megerősítés irányába vigye a dolgokat, őt magát, és aztán mindazt, amit tesz. Mert hogyha itt a kiállítást végignézi az ember, úgy meglepi, hogy mennyire a harmónia sugárzik az alkotásokból. Valamiféleképpen úgy együttesen teljesség felé nyitja meg az embernek a lelkét. Szakács Imre a kortárs magyar festőművészetnek egyik meghatározó alakja, akiben mindig is harmóniában volt magyarsága és európaisága, és kereszténysége soha meg nem kérdőjeleződött. Ő egy olyan művész, aki Európa különböző szögleteit jól ismeri, sikeres művész, és amolyan közvetítő is a különféle nagy európai művésztelepek között, és ez a kiállítás, amiről szól, az úgy hívják, hogy Szentendre. A Szentendrei művésztelep a magyar képzőművészetnek egyik gyémántköve, amit túlélt, nagyon sok mindent, amiket ebbe az országba túl kellett élni, és hát azt a sajátos zöld smaragdot, amely a magyar művészet történetnek égköve, úgy hívják, hogy nagybánya, hát azt fizikailag elveszítettük. De szellemileg nem. Mert nagybánya szellemisége, üzenete, beleépült Szentendre világába, hiszen sokan nagybányaiak voltak az alapítók közül, de ez a szellemiség, amellett, hogy párhuzamosan a konstruktivizmusnak is egy meghatározó helye Szentendre, ez tovább él, és hogy ennek a tovább élése nyilvánvaló, abban meghatározó szerepe van Szakács Imrének. Nem csak azért, mert értékelte a nagybányaiak színvilágát. Ez egy fantasztikus színvilágot teremtettek meg. A zöldjük az sajátos nagybánya. Annak a hatása alatt több kép is van, de Szakács Imre ennek a sajátos nagybányai színvilágot a különféle más-más színek fele vitte el,
És hát itt van velünk Nagybánya. Nagybánya szemlélete, tájszemlélete, hogy a tájat azt földolgozzuk, ember szemlélete, szín kezelése, és Szakács Imre visszajáró Nagybányára, úgyhogy ismeri a tájat, ismeri, hogy az iklet miből jött, és Nagybánya építője Szentendrén. A nagybányai szellemiség egy sajátos lekötelezettje és továbbivője. Ez a 34 kép, ami itt van a teremben, ez nagyon kevés abból a gazdag életműből, amivel Szakács Imre rendelkezik. De valahogy ez a 34 kép, ez visszaadja azt a Szakács Imrei szellemiséget, amit tudnunk kell róla. Az, hogy a Jóisten megáldotta egy fantasztikus tehetséggel, ecsetkezeléssel és fantasztikus színérzékkel. Imrének kívánjuk azt, hogy még ebben a szellemiségben nagyon sok szép képet készítsen nekünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ezek a fák, amiket itt látunk, amelyek misztikus és mágikus fák, valahogy egy sajátos szimbiózusban a madarakkal, a madarakat Imre meglátta a fákon, és olyan dolgokat is meglátott a fákban, amiket csak egy látó ember tud megtenni. Ő egy ilyen látó ember. És a fák mögött természetesen ott van a kereszt, vagy látjuk a fák lombjain át, de hát a kereszt, tehát nem kell látnunk, akkor is tudjuk, hogy a kereszt jegyében élünk. Szakács Imre művészete a kereszt jegyében zajlott és zajlik, és az, hogy mindenki kapott pofont, mindenkit megdobtak kővel, és az a kép, ami mögöttem van, nem csak egy filozófiai kődobás, hanem egy valós kődobás emléke, és hogyha valami rossz ér bennünket, akkor tudnunk kell, hogy azzal mit kezdünk. Imrének az a szerencséje volt, hogy amikor ez a kő felé repült, akkor körülötte már ott volt egy szentendrei aura, az a sok-sok élmény, értékvilág, amit ő körbefogta, és tulajdonképpen Imrét ez védte, és ezzel magyarázható az, hogy ez a szentendrei, nagybányai szellemiség újra és újra megújul, és újabb csodálatos képeket készít nekünk Szakács Imre.
Itt a kép, ami előtt állunk, ennek az a címe, hogy és ments meg minket a gonosztól. Ha a képet nézzük, akkor az embernek nagyon keveset kell rajta időznie, hogy kezdjen kiformálódni a ló patája, a feje, a rajta ülő alak, és hogy valami nagy-nagy szép dolog érkezik felülről, és éri itten azt, ami az embert talán egy kicsit úgy a sötétség fogságába ragadná el. Rájövünk, hogy itt tulajdonképpen egy Szent György ábrázolása van, a sötétnek, a gonosznak, a sárkánynak a legyőzése, éppen találja a torkát a sárkánynak a felülről érkező fény. És ez annyira újfajta ábrázolása ennek az ősi, nagyon sokszor megjelenített Szent György legendának. Ezek a nagyon egymásba fonódó, egymásnak felelgető, egymást vallató vonalak, ezeknek a finomsága, ez valamiféleképpen behozta nekem azt is, ahogy látjuk a világot. Azokat a rétegeket, amik vannak a valóságban, és hogy ebből ki mit lát meg, az nagyon egyéni. Egyikünk sem ugyanúgy látja a világot. Tehát ez nem csak azért, mert a térbeli helyzetünk is meghatároz minket, ahol én állok és nézem a világot, úgy csak innen lehet látni. De ahogy én nézem a világot, azt is az én berendezésem, és mindaz az is szűri, és egy egész sajátos módon mutatja meg. Tehát tulajdonképpen ezért is olyan fontos itt a Párbeszéd házában erre reflektálni, mert ez azt jelenti, hogy ha normális párbeszédben van két ember, akkor olyannal tudja gazdagítani mindegyik a másikat, amit nem tud a másik magától rájönni, mert kincse, egyedi látásmódja van mindenkinek. Úgyhogy nagy hála van bennem, hogy Szakács Imre ezt a kiállítást, alkotásait idehozta, mert egy nagyon sajátos, senki más által nem tartható képet autentikusan tár föl elünk, hogy bőven tanulhatjuk azt, hogy nem csak a saját szemünkkel lehet látni a világot, és hogy a világ sokkal gazdagabb, sokkal több, mint amit én megismerhetek belőle és elmondhatok róla.